Mira, azaz a fiatalon elhunyt Halmosi Mária festőművésznő festményeiből nyílt kiállítás a Fiatal Művészek Galériájában. Művészetéről elmondható, hogy mindenképp figyelemfelkeltő, minden árnyalatában, motívumában finom és megható. A festőművésznő személyiségének alapvető vonása a rejtőzködés és a kitárulkozás kettősége. A festőművésznő személyiségének alapvető vonása a rejtőzködés és a kitárulkozás kettősége. Kiállításának képeit India ihlette. Nagy Gábor, a festőművész férje elmondta, hogy szeretett feleségével a teleket mindig Indiában töltötték, ezért egyébként is nagy szeretettel gondol ezekre a képekre. Alapvetően két gyökerű volt a feleségem. Egyrészt a művészetét Erdély inspirálta, és másodszorban pedig India, mert a nyarakat Székelyföldön töltöttük, ahol voltak nyaralóink, telenként pedig mentünk India. És nagyon különös, hogy ez a két táj és az emberek minden nagyon közel álltak egymáshoz. Tehát hihetetlen, hogy annyi azonosság volt a két kultúra és az emberek között. Ugyanaz a nyitottság van meg a székely emberekben, mint az indiai. Péter, mondhatom ezt, tehát ő járt az én feleségem kiállításon Szentendrén a Vajda stúdióban, és látta az ő dolgot, és azt mondta, hogy talán meghívná a képek egy részét ide is Pestre, és eljött hozzám, és válogattak, és ennek lett az eredmény, ez a kiállítás. Az eseményt Raul Chabra, India magyarországi nagykövete nyitotta meg, aki az indiai és a magyar nép közötti hasonlóságokról és különbségekről beszélt. Csodálatos dolognak tartom, hogy az indiai és a magyar nemzet teljesen különböző, de ugyanakkor nagyon hasonló egymással. Kezdeném a hasonlóságokkal. Mindkét kultúrában alapvetően fontos a család tisztelete. Továbbá elég a művészetekre vagy a kultúrára gondolni, mindkét nemzet szellemi örökségében megtalálhatóak hasonló témák a festészetben, a zenében, a táncban vagy akár a drámában. Mi Indiában nyitottak vagyunk a világra. Ezt a szellemiséget nyújtja a budapesti indiai nagykövetség is, ahová naponta több magyar tér be, hogy többet megtudhasson az országról, a kultúráról, vagy közelebbről is megismerhesse az indiai művészeteket. A Fiatal Művészek Galériájának vezetője elmondta, hogy megpróbálnak minél több embernek lehetőséget adni, de ugyanakkor fontosnak tartják azoknak a művészeknek is az emlékét ápolni, akik már nincsenek közöttük, de figyelemre méltó hagyatékot hagytak ránk. Most másodszorra kerül indiai kiállítás itt a Fiatal Művészek Galériájában, és Halmos Elvirát mutatjuk be, Halmirát, egy szentendrei festő, a Vajda Lajos stúdiónak volt a tagja, 2005-ben meghalt, és az ő emlékére csinálunk egy ilyen kiállítást. Szentendrén alkotott, Szentendrén dolgozott, és már a korai szakaszban belépett a Vajda Lajos stúdióba. Naív festőként van számon tartva, és mint a mostani alkalom is, tehát egy Indiához erős volt a kötődése, többször járt Indiában, és egy szelektív kiállítást mutatunk be, most ezen alkalomból, főleg az indiai élmények alapján készült képekből.